Most karcolom a tojást. Ezt a technikát is alkalmazni fogja Zsigóné Kati az ország tojásának elkészítésénél. A tojásdíszítés királynőjeként, vagy más néven az ország nyusziaként is emlegetett népi iparművész számtalan különleges és értékes hímes tojást tervezett már, most pedig egy újabb nagy feladatra vállalkozott. Azt mondja, az ország tojása élete nagy műve lesz, amelynek tervezése már évek óta tart. Értéke pedig milliókban lesz mérhető. Több technika lesz rajta, mivel én közel 20 technik, illetve több mint 20 technikával dolgozom, és közel 300 fajta hímes tojást készítek, és bravúrosan lesz megcsinálva, tehát nagyon különlegesen. Olyan technikát is fogok alkalmazni, amit Magyarországon nem ismernek. A világon egyedülálló alkotás strucc tojásból készül majd. A rajta megjelenő motivumok sokszínűsége pedig tükrözni fogja nemzetünk múltját és jelenét. A célom az vele, hogy a nemzet kincsét gyarapítsam ezzel az alkotással, és remélem, hogy az ország is olyan méltóan fogja fogadni, mint amilyen lesz ez az alkotás. Az ország tojása 2018 húsvétjára készül el. Addig is, aki szeretne egy különleges és egyedi hímes tojást, az iparművész ajtaja mindenki előtt nyitva áll.